Bemutatjuk a Mindenki tanköteles című filmsorozatot. A forgatókönyvet írta Markéta Cinnerová. Rendezte Ludwig Rázsa. Első rész. Az első csengetés. Nézd csak ki! Ma nagyon korán keltek a gyerekek. Látod? Mindegyik elsőnek akar odaérni az iskolába, hogy örömet szerezzen a papájának, meg a mamájának. Itt az ősz, kezdődik az iskola. Tudod, Pavlicsek? Igen. Az ám, a papájuk és a mamájuk is elkíséri őket. És mennyien vannak? Látod, mindjárt tele lesz velük az egész park. Anderlik bácsi nem sokára kinyitja a kaput, és akkor mindannyian berohannak. Szervusz, szervusz. Ismét öregem. Látod ott azt a nénit? Uh-huh. Ő az igazgatónő. A másik néni pedig az, akivel kezet fogott, együtt tanított velem. Nem az olyan kicsikéket, mint szervusz. Te, hanem a nagyokat. Majd téged is tanítani fog, ha megnősz. De a nagyi már nincs ott. Én ezentúl csak rád vigyázok. Lenka! Elkészültél már? Mindjárt. Annyit tudsz piszmogni. Igyekezz, mert elkésel. Hát persze tudom én, milyen nehéz elkezdeni az iskolát. Majmocska. Igen, majmocska, neked is ilyen van. A kicsik még elviszik az iskolába. Lenka, siess már, légy szíves. Ratka, nem fogtuk elkésni? Amikor segíts egy picit, légy szíves. Jó, mindjárt, csak leteszem a kicsit. Égyedni, maradj itt szépen, Pavlicsek. Mindjárt visszajövök, csak segítek egy kicsit Lenkának, jó? Még nem is fésülködtél. Anyu, nem érte. Nagymama, neked nem fog hiányozni az iskola? Nem. Gyere, megigazítom a táskád. Jó reggelt kívánok. Nem túl nehéz? Szia, mama, dolgom van. Barcsa, apádat nem láttad? Nem. Hol a csodában lehet? Na, gyere. Itka. Szia, Barcsa. Szia. Milyen volt a szünet? Mit csináltatok? Gyertek szívesek normálisan viselkedni. Szeretnék már végre egy képet csinálni rólatok. Nagyon örülök, hogy jó kedvetek van, de próbáljatok meg 8-osoz méltóan viselkedni. Légy szíves, maradj nyugton, különben tényleg elkéstek. Most már komoly iskolás vagy. Ezentúl együtt fogunk tanulni délután. Na, nem mocorogj annyit. Délelőtt meg vigyázok Pavlicsekkel. Lemegyek vele a játszótére, sétálunk, bevásárolunk. Nagyon jól meg leszünk együtt. Azt hiszem, jól tettem, hogy nyugdíjba mentem. Sok volt már nekem az az örökös nyüzsgés. Kötögetni fogok. Nem úgy is verlek én téged. Akkor nagyon meg fogsz lepődni, na menj reggelizni. Gyere, gyere, rohanjunk. Nem rohantok sehova. A gyerek szép nyugodtan megreggelizik. El fogunk késni. Egyél. Csokolád. Jó napot. Üdvözlöm, tanárnő. Jó napot, Anderlik úr. Jó napot. Egész jó volt, csak rövid. Aléna! Adriana, szia! És ti? Köszönöm. Most aztán beindul a nagy üzem, nincs vese. Nagyon jó munkát kívánok az új tanévre. Köszönöm. Tetszik az új ruhám? Nagyon kezd, most kaptam. Nekem is majdnem jól van, csak kerék a kívánc. Ezt is most kaptam. Hál' Istennek, nekem ez az utolsó éve. De jó nekem. Igen, ez is jó. Az enyémen nincs ennyi fodor, és valamivel hosszabb. Srácok, tudjátok mit? Menjünk el inkább a szobába. Jó.
Tényleg ez nem is nagy van. Na, hagyjuk itt az egész. Mama, mikor jön már a papa? Fogalmam sincs. Barcsa, te se láttad apádat sehol? Nem, én azt hittem veletek van. Érdekli is őt, hogy a fia most megy először iskolába. Irka? Tessék. Örülsz? Nyissa ki, legyen szíves. Én itt fogok tanítani. Maga? Tessék parancsolni. Köszönöm. Kérem. Nem tudod véletlenül, hol a tanári? Nem. Ezt nézzétek meg! És tudjátok, lányok, mi benne a legcsodálatosabb? Hogy ezt a gyönyörűséget én sütöttem a saját kezem. Na, te? Akkor hogy lehet az, hogy ilyen finom? Úgyhogy nem én találtam ki, én csak megsütöttem. A receptet viszont örököltem. Kölcsön vettem. A régiektől vegyetek. Hát kezdődött, hogy júliusban kirándulni támad kedvem. Fölpakoltam és elindultam a Szeverák. Egyszer csak megláttam egy kis faházikót, egy mamika nyitott ajtót, és abban a pillanatban az egész földet elárasztotta ez a mennyei kenyér illat. Én esküszöm, hogy életemben nem éreztem ennél finomabb illatot. Több se kellett dzsúbzva a házba. A mamika ugyanolyan csodálatos teremtmény volt, mint a kenyere. Nem csak a receptet adta meg, még csak kérni sem kellett. És nekem ajándékozott egy egész kenyeret. A zsebeimet pedig tele tömte pacsnival. Húzd el nekünk is a receptet, hadd próbáljuk ki mi is ezt a nagy csodát. Nagyon szívesen, de az eredményért nem kezeskedem. Én csak a receptért vállalhatom a felelősséget. Mi ez a finom illat? Rantyisek, meglepetést készített nekünk. Levelet kaptál. Kedves vagy, köszönöm. Finom. Nagyszerű. Radka hol van? Ma hozza először iskolába Lenkát. Jó, persze. Hát te hol mászkálsz? A nyolcadikosoknak az emeleten a helyük. Futás vissza egy-kettő. Egyébként is csak később nyitják az iskolát. Te a tanári mosdóba jársz? Mi a neved? Elnézést, én most vagyok itt először. Tanítani fogok. Karfika nevem. Mihály. Bozsetjehova. Marcella. Hogy is mondtad? Karfik? Igen, Karfik. Téged perceken belül Karfionak fognak nevezni. Na jöjjön. Gyere. Figyeld meg, milyen nagyot fognak nézni. Majd figyeld csak meg. Figyeld meg. Lányok, természeti csoda! Gyere! Férfi tanerő! Istenem, milyen fiatal! Nagyon hamar ki fogják készíteni, ha csak nem jár túl az eszükön. Mi már ismerjük egymást. Bemutatom Karfik kartársat, nemrég fejezte be a főiskolát. Úgyhogy legyetek hozzá nagyon kedvesek, nehogy megijedjen és elszökjön tőlünk. Ne féljen, ezek a gyerekek pontosan ugyanolyanok, mint a többi, semmivel se jobbak vagy rosszabbak. Kopecska. Karfik. A többieket később mutatom be, mindjárt kezdődik a roham. Elsős osztályfőnökök. Első B. Itt vagyok. Első C. Igen. És az első A. Tessék. Nagyon örvendek. Lamacs vagy. Ő fog vigyázni magára, ugyanazok a tantárgyai, mint magának, és hála Istennek férfi. Tőle talán könnyebben viseli majd el az esetleges észrevételeket. Lehet, hogy jobban örültem volna neki, ha egy hölgy vigyáz rám. Na, ez tetszik nekem. Maga bátor ember. De szépen, nyugodtan. Hé, te, hová? Csak itt a gyönyörűség.
Hol a cipő? Indulás a többiek után. Egy kicsit fürgében, gyerekek, szedjétek a lábatokat. Szervusztok, gyerekeim, szervusztok. Ne álljatok meg a lépcsőt. Jó napot, jó napot. Jó napot. Jó napot. Ez már megint hízott. Szervusz. Jó napot kívánok. De kipingáltad magad. Szabad így iskolába jönni? Hogy engedett el a mamád? Csak azért, hogy meg tudjanak különböztetni. Az eszeddel akar kitűnni, ne a rúzsoddal. Majd igyekszem. Na, töröld le gyorsan. Mi a neved? Vihagyilova. Na persze, Vihagyilova. Melyik? A C-ből? Én mostantól kezdve itt dolgozom. Én vagyok az új csapatvezető. Na ne mondd. Ne mondja. Jó napot kívánok! Jó napot, tanár! Szervusztok! Az én tanítónénim. Gyere, ne mutatom. Úgy hívják, hogy Heizka tanítónéni, amelyiknél a kék virág van, látod? Tetszik? Uh-huh. Közelebb megyek hozzá, nehogy elveszítsem. Jó. Mintha itt se lenni. Kíváncsi vagyok, hogy fogja bírni. Kicsit félek. Kiegyensúlyozott teremtésnek látszik. Mennem kell, kezdődik a tárgyalás. Na végre, hol a csodában tekerektél? Hagyjam már, folyton rohanok, mint a hülye. Szaladok Novotnyékhoz, lerohadt a mosógépük. Várj! Nem lehet, este későn megyek haza, Povejséknál leszek. Jó ég, várj! Kérd el a jegyeket, megígértem Jerzsabának, aki a mandulát pirítja. Ja, hogy... a mandulás. Aha. Szia, szaladj! Szeretettel köszöntöm a kedves szülőket, de elsősorban benneteket, gyerekek. Nem sokára átlépitek ezt a küszöböt, és attól kezdve igazi iskolások lesztek. Megtanultok olvasni, számolni, és sok új barátot fogtok szerezni. Már be is osztottak. Hova? Ebédfelügyeletre. Itt van mi. Kárf. Ez biztosan én vagyok. Enyém a szerda. Jó. Én is itt vagyok. Különben jön a nevem. Kíváncsi vagyok, milyen lehet az ebédfelügyelet. Nyüzsi meglögdösödés. Maga is tanítani fog? Nem, én nem. Én játszom a gyerekekkel. Ah, bújócskát, meg ilyesmi. Nagyon vicces. Nekem ez a végzettségem. Képesített úttörő vezető vagyok. Ah. Én meg már arra gondoltam, hogy... valami óvónőféle, vagy ilyesmi. Én csak vicceltem, nehogy megharagudjon. Kizsenéztem magából, hogy képesített nótafa. Fogalmam se volt, hogy ilyen is létezik. Azt hittem, hogy kisegíti a napköziben. Vagy a konyhán. Most megsértettem, ugye? Ez az első éve? Igen. Ez. És kinél lakik? Hogy kinél?
A szüleimnél? Maga nem ide való? Nem. A textilgyár munkásszállásán lakom. Aha. Már tegnap óta. Remélem visszatalálok. Én tudom, hol van, szívesen elkísérem. Akarja? Örülnék neki. Szóval mind a ketten kezdők vagyunk. Észre se vettem. Hányszor vagyok beosztva? Ki lehet az? Maga meg Bozséval. De jó ég. Megfogta az Isten lábát. Bozsé félkézzel elintézi őket, az a szemüveges. Majdnem kidobott. Engem is. Ön tehát azt állítja, hogy a felperes tönkre teszi a férje életét. Mire alapozza ezt? Mire? Mindig olyan fáradt szegény. És sokszor panaszkodott, hogy nem bírja már otthon tovább. Egyszerűen nem valók egymáshoz. Richard művel tájékozott ember, rengeteg minden érdekli, a felperes viszont ha... A felperes viszont milyen? Éppen az ellenkezője. Honnan tudja? Ismeri? Risa, vagyis az alperes mesélt nekem róla. A következő kérdésem a tanúhoz az, hogy amikor megismerkedett Jokl úrral, tudta, hogy nős és két gyerek apja? Igen, elmondta. De hát ezért még nem hagyja tönkretenni az életét. Vagy engedje, hogy agyon gyötörjék? A nagyobbik gyerek 14 éves, a kisebbik 8. Jóval a házasságkötés után születtek. A házastársak közötti kapcsolat tehát nyilvánvalóan normális volt. Közösen képzelték el a jövőt. Úgy gondolom, hogy a két ember majdnem 20 éve él egymás mellett. Egyik sem állhat odébb egyszerűen csak úgy, hogy veszi a fogkeféjét és vége. Főleg akkor, ha gyerekeik is vannak, akik egy életre összeláncolják őket. Gondolkodott már ezen valaha? Nem szereti a feleségét. És senki sem kényszerítheti rá, hogy vele éljen. Ez nem igaz. Nekem azt mondta, hogy szeret engem. És szakít vele. Ezt én nem hiszem el. A felperes egyelőre még nem kapott szót. Később lehetőséget kap rá, hogy elmondja a véleményét. Mi az oka, hogy a vállókeresetet nem Jokl úr, hanem a felesége nyújtotta be? Ha ön szeretné, ahogyan ezt ön állítja, akkor nyilván ő szánta volna el magát erre a lépésre. Nem gondolja? Véleményem szerint Jokl asszonynak nem kellett volna a házasság fölbontását kérnie a férje hűtlensége miatt, ami persze csak bonyolítja a helyzetet. Előbb megpróbálhatott volna kísérletet tenni a házasság helyrehozására, a hibák felkutatására. Ehelyett azonban mégis a bírósághoz fordult. Azt ígérte, hogy szakít vele. De nem tette meg. Nem tegeződhetnénk? Képtelen vagyok megszokni a magázódást. Dehogy nem. Nagyszerű. Szervusz. Szervusz. De ehhez puszi is jár. Hát. Ja, el is felejtettem, Mihály vagyok. Van még kérdésük? Nincs. Kolléga úr? Nincs. Miután sem a bíróságnak, sem az ügyvéd úrnak nincs több kérdése, a tanú kihallgatása véget ért. Köszönöm.
feleségének azt ígérte, hogy megszakítja a kapcsolatát Mrázova kisasszonnyal. Ügyfelem! Ügyvéd úr, hagyjuk szóhoz jutni az ügyfelét is, jó? Hogy? Én csak egy kis nyugalmat akartam. Bilóra, a feleségem, a felperes, valósággal agyon szekált engem. Nekem tulajdonképpen nem is volt otthonom. Azt hiszem, méltánytalanság lenne Danával szemben, ha ő nagyon rendes ember. És igenis, ő lelkiismeret furdalást érez. Bűntudata van Indrával és Jolánkával szemben. Főleg azt hiszem Jolánka miatt. És ő szívesen magához is venné, ha... Soha! Ahhoz előbb üssetek agyon! Még a gyerektartásra is sajnálja a pénzt. Így érező. Bűntudatot a gyerekeink iránt. Csak a kérdésre válaszoljon, kérem. A gyerekeik tudják, hogy ön beadta a vállókeresetet? Jolánka nem. És a fiú mit szól hozzá? Ő már elég nagy. Azt mondta, mama, ha ott hagyja, bocsáss meg neki, de ha nem, akkor hadd menjen. Kisasszony, kérem, írja. Miután a bíróság meghallgatta Dana Mrázova tanúvallomását, úgy határozott, hogy a tárgyalást meghatározatlan időre elnapolja. A Jokl házaspár kiskorú gyermekeinek meghallgatása céljából. Tavaly év végén megmondtam, hogy az idén már nem babra megy a játék. Fel kell kötni a fehér nemet. Az idei eredményeken múlik, gyermekeim, hogyan léptek ki az életbe. Ettől függ, hogy tovább tanultok-e egy másik iskolában, vagy esetleg más pályát kell válasszatok. De hát ez még a jövő zenéje. A lényeg az, hogy neki kell feküdni a tanulásnak. Úgy látom, a szünidőben kipihentétek magatokat, csak úgy sugárzik rólatok a tenni akarás. De ha bármi baj van, forduljatok hozzám bizalommal. Feltételezem, hogy aki az elmúlt tanévben egy kicsit gyengébben muzsikált, az a nyári szünetben összeszedte magát, és kellemes meglepetéssel fog szolgálni. Meséljétek el, merre jártatok a nyáron? No? Indra? Mi nem voltunk sehol. Az lehetetlen. Egy ilyen fáradhatatlan sportember, mint te, egész nyáron ki sem dugta az orrát a házból. Egész jól szórakoztam otthon. Néha pihenni is kell, nem? Az igaz. De mégis, mivel foglalkoztál? Nem csináltam semmi különösebb. Átismételtem a tavalyi anyagot. Hát ennek én igazán nagyon örülök. Fogalma sincs, mennyi fáradtságomba került, amíg sikerült rábeszélnem az igazgatónőt, hogy ne küldjön pótvizsgára oroszból. Na, foglalj helyet. Azt már tudjuk, hogy ki nem volt sehol. Most arról szeretnék hallani, ki utazott a legmesszebbre. Én Jugoszláviában voltam a tengerparton. Én is, de a hegyekben. Tanár úr, kérem. Tanár úr, én Humpolcban voltam. Oh, hogy az apád elengedett ilyen messzire egyedül? Hát azt mondta, hogy megbízik bennem. Mi a Balatonnál voltunk. Mi meg Bulgáriában? Franciaországban. Apukám Kubában turnézott, és elvitt minket is a mamával. Hát ez igazán nagyszerű. Azt hiszem, Kubában még egyikünk se járt, igaz? És sok szép dolgot fényképeztél? Rengeteget. Óriási sorozatot indítunk a fali újságon. Az első téma Kuba lesz.
Segítenél? Nem tudok. Borzasztóan sok dolgom van. Ma nekem kell hazavinnem az öcsémet a napköziből. Biztosan megnéztétek már otthon, mi mindent fogunk használni itt az iskolában. Kérjétek meg a szüleiteket, hogy holnapra kössék be nektek a könyveket és a füzeteket. Így né, látjátok? Ez azért kell, hogy szép tiszták maradjanak. Ha van műanyag borítót is tegyetek rá. És holnapra hozzatok magatokkal egy asztalkendőt is. A nagyszünetben azzal fogjuk letakarni a padot, hogy ne kenjetek össze mindent a 10 óraitokkal, jó? Igen! Nagyszerű. Jókos. Hát te mit csinálsz? Ide jött egy mókus. Valami teszeges. Ha megnéztétek, üljetek vissza gyorsan a helyetekre, jó? Te már komoly kisiskolás vagy, és az iskolában nem illik csak úgy fölugrálni és sétálgatni, mint az óvodában. Ülj szépen vissza a helyedre, és várd meg a szünetet, jó? Na, gyere szépen. Így né. Mindenki ül a helyén. Ez az. Rendnek kell lenni. Még mindig ott a mókus. Biztosan sor teszünk. Gyerekek, üljetek vissza a helyetekre, tessék leülni. Hogy is írnak téged? Jirka. És a vezeték neved? Mutatkozz be nekünk, jó? Írts, Jódiva. Neruda utca, a számot nem tudom. Nem jut eszedbe? Nem baj, Jirka Oliva, majd az iskolában ezt is megtanulod. A te apukád bíró, ugye? Mi a csuda ütött belétek? Tessék leülni! Mindenki a helyére! Tessék leülni gyorsan! Menj innen! Kettő. Na végre. Elment. Most már semmi sem zavar bennünket, még ez a butuska kis mókus sem. Ti már nagyiskolások vagytok, szép nyugodtan ültök a helyeteken. Hát te mit nyújtózkodsz itt, mint egy államszuszék? Majd jöttél először iskolába, és már is akkorára tátod a szádat, mint a bécsi kapu. Mi a neved? Regina vagyok. Aha. Pepik. A te apukád villanyszerelő, ugye? Ismerem őt. Nagyon ügyes apukád van, Pepik. Ha elromlik valami, még véletlenül se tessék őt hívni. Annyi dolga van neki, hogy az már kész őrület. De azért a szülői értekezletre biztosan eljön. Megnyerték a kerületi versenyt? Hát persze, a Lamecs tanár úr osztálya. A mostani 8. B. Remek kis úttörő vezetőjük volt. Irigykedett is minden osztály, de még a környékbeli iskolák is. Akkor még nem kerítettek ekkora feneket a Brontosaurus akciónak, de Betka már járta velük a környéket. Tisztították a patakokat, eltüntették a szemétlerakókat, és hát főleg kihorták az erdőből azt a rengeteg mocskot, amit a kirándulók vasárnaponként szétszórnak. Igaz. Egyes szülők nem nagyon örültek, hogy a gyerekeik egyfolytában csak ezekkel a rondaságokkal foglalkoznak, de a srácok boldogok voltak. Kinek lehetett ez ellen kifogása? Hát például nekem. Az én fiam is abban az osztályba járt, de aztán belenyugodtam. Legyen szíves, számolja meg. Jó. 26 sátrunk van és ugyanannyi hálózsák. Ebben a szekrényben tartjuk. Nekik szórakozás volt. Vitték a sátrakat, gitárt. Inkább kirándulás volt, mint munka. Versenyeket szerveztek, jó párat meg is nyertek. Csak hát a főzésre nem állt rá a kezük. Az nem ment neki. Mesélte a fiam, hogy egyszer knédlit akartak csinálni. De biztosan nagyon főzték, mert valami rettenetesen undorító moslék lett belőle. Erre gyorsan elnevezték csurgatott levesnek, vagy mi a fenének. De a zsűrit nem lehetett becsapni. Mit szólna, ha szerveznék egy főzőtanfolyamot? A fiúknak? Hát azért az túlzás. Miért? Csak a lányoknak kell tudni főzni. Tanulják meg a fiúk is. Legalább nem lesz kisebbségi érzés. Ugyan kérem, ez náluk ismeretlen fogalom. A szülők már így is idegesek, hogy a fiúkat folyton női munkára fogjuk be. Kézi munkázni tanulnak meg, mit tudom én.
Minek az neki? Emlékszem, a nagyobbik fiam olyan ötödikes lehetett, amikor kézi munkából azt adták föl nekik, hogy otthon horgoljanak egy kesztyűt. El is kezdte szegény, horgolta a láncszemeket egyiket a másik után. A végén már olyan hosszú volt, hogy az egyenlítőt is körülérte volna. Aztán persze csak a feleségemnek kellett befejezni. 26 sátrat mondott, ugye? Annyi? Akkor megvan. Mi lett azzal az úttörő vezetővel? Hát most szülési szabadságom van. De nem kell félteni, született pedagógus, a vérében van. És ha ugye visszajön a katonaságtól, beadja a gyereket a bölcsödébe, és irány az iskola. Két rút hiányzik, de nem baj, biztosan ott van a sátrak között, majd megnézem. Ki az a Lugyek? Lugyek az a Betka gyerekének az apja. Aha, értem. Betka pedig az én menyem. A maga neve Jana, ugye? Na jöjjön, Janicska. Köszönöm. Kérem. Most hova megyünk? Még lenézünk, aztán készen is vagyunk. Aha. Érdekes. Nem is tudom, miért gondoltam, hogy rámegy az egész napunk. Még megmutatom a tornatermet, meg a szakköri szobákat. Jó, hogy összefutottunk. Mihál, holnap elkezdi a tanítást. Hát, ha már egyszer tanár vagyok. Még nem egészen az, de pár év múlva berejön. Majd segítünk. A 6. B-ben van néhány élénk gyerek. Értem. Remélem, boldogulok velük. Lamács ott maradhat magával, az első órája úgyis Lukas. Vagy inkább fejest ugrik a mélyvízbe? Hát, ha választani lehet, inkább ugrom. Viszontlátásra. Legyél vásárolni, vegyél 2 liter tejet, 1 kiló kenyeret, 1 vajat. Apa, majd később. Anyámnak most kell, úgyhogy indulj öregem, futás! Szia! Szia! Volt órád? Nem, ma még nem, majd holnap. Na, azt megnézem. Kíváncsi vagyok, mennyire fog megviselni. Ugyan kérlek. Üdébb leszek, mint ma. Egy varázslatos egyéniségnek ez nem jelenthet gondot. Ne viccelj! Amikor én nevelőtanár lettem, minden áldott nap bőgni lett volna kedvem. Mert te egy gyönge asszony vagy. Pontosabban egy leány. Örülj neki, hogy te férfi vagy. Szia. Szia. Elfelejtettem leveles tésztát venni. Sütni akartál valamit? Rétest. Nem baj, majd holnap, jó? Mutasd, mit csinálsz? Adj csak ide! Fiúk!
Vigyázz, bele ne vágj! Nem segítené neki egy kicsit, Lubos? Annyira oda van a tudományával! Bele ne vágj a karikába! Ne félj! Nem mindegy neked, hogy egy karikával több van, vagy kevesebb? Ne szólj bele a dolgomba! Jól van, ne neki sörcső! Ha már nem segítesz neki, legalább ne maceráld! Indulj és csomagold be a könyveidet, te meg csináld a dolgot, sipirc! Azt akarom, hogy nagyon szépen sikerüljön. Nagyon helyes. Azt a farkincát meg vágd le! Egyenesnek kell lennie. Mindjárt megigazítom. Így né. Majd én földarabolom, te meg kielvítod ott, ahol kell, jó? Mondd csak, Irka, hogy tetszik az iskola? Jó volt. Benézett az ablakon egy mókus. Egy mókus? Tényleg egy mókus? Leskelődött az ablakon. Lehet, hogy be akart jönni. Én láttam meg először. Jól van. Mami, az nekem egy virágot? Reggel már vittél. De most serepes kell. A tanítónéni azt mondta, hogy kidíszítjük az osztályt. Persze, hogy adok. Majd reggel kiválasztod, jó? Jó. Itt volt ma Joklová. Lubos, gyere, teríts meg, légy szíves. Mindjárt. Kiengedsz? Mami! Hagyd egy kicsit. Várj egy percet. Vágd a betűket. Jó. Na és mit mondott? Te mit gondolsz, mi lesz a gyerekekkel? Azt kérdezte, hogy nem tudnád-e már befejezni az ügyet. Miért hozzád jött ezzel? Nem a te ügyed, Petrovska a körzeti gondozónő, nem? De én a feleséged vagyok. Elég rémes állapotban van szegény. És mit mondtál neki? Hogy én nem avatkozom bele. Azt látom. Mami, mami, jössz már! Mindjárt megyek, Irka. Petrovska utána járt a dolognak. Régebben állandóan veszekedtek, de a férfit mostanában már alig látni. Állítólag nem is lakik otthon. Ezt Joklova nem említette. Persze a lakásból nem jelentkezett ki. De hát tudod, hogy van. Az asszony mos rá. Nem lehet valami kellemes helyzet. Jindra nem hajlandó köszönni az apjának. Mire az megpofozza? Talán megnyugodnának, ha túl lennének az egészen, nem? Ti csak itt sugdolosztok. Nekem pedig nincsenek kivágva a betűim. Ezt jól megkaptuk. Na gyere, vágjuk ki azokat a betűket. Leugrik a fáról a kismajom. Nagyon óvatosan vágd le. Észre szeret téged. Ide bújik az öletbe, látod? Minden kis méznek. Nincs kedve. Akkor letesszük ide, jó? Na, gyere, hintázunk egyet, akarod? Repül a madár! Nagyon jól sikerült, jól van. Hova repül ez a kisfiú? A kakaskához repülünk. Aztán a kakaskához? Ó, de azért túl messzire ne repüljetek, jó? Na, hogy állsz? Nincs kedved hintázni? Nincs. Nagyon akkor szép. Leszlek, gyere. Gyönyörű. Kitalálunk valami szerintem más. Szerintem a tiéd lesz a legszebb az egész osztályban. Nem értem, miért nem láttak ilyet a tanítónéni. Hogy tudná kivágni szegényke ezt a sok betűt, mind a 35 gyereknek, egyedül? Fújj meg, nagyon fújjál. Ó, kitaláltad a gondolatomat. Köszönöm. Szívesen. Mamikám, én nem akarok hinni a fülemnek. Miért? Mert te éveken át vagdostad a szívecskéket meg a köröcskéket. Hát azt a sok betűt. A sok betűt. A sok betűt, igen. Nem kell. És milyen boldogok voltunk, amikor már nem tanítottad az elsősöket, ugye? Úgy bizony. Iszonyatosan nagy munka volt. Na látod, hogy terhelhettem volna még ezzel is játszol a szülőket. Volt azoknak szegényeknek elég gondjuk. Hajszka megcsinálhatná. Lenka. Neked ő nem Hajszka, hanem tanítónéni. Neki is megvan a maga gondja baja. Mint minden dolgozó nőnek. Alénával? Ugyan anyukám. Aléna nem olyan, mint a többi gyerek. Mindent egyedül csinál. Egyedül tanul, takarít, vásárol. Nem csavarog el a fiúk után. Lenka, légy szíves, hozzál egy pohár vizet. Nem figyelek rátok, nagymama. És különben is. A konyhában is lehet hallani mindent. Fantasztikus nyelvérzéke van, és a matematika is megy neki. Tényleg? Hajszka ódákat mesél róla. Egy csodagyerek, és ráadásul pedagógus családban. Ez a természet tévedése. Hát engem nem ért ilyen tisztesség, az biztos. Te és Betka soha nem okoztatok nekem ilyen gondot. Igazán van, Jára? Egyetértek, mama. Gyalázatos.
Ja, Istenem, Lenka, olyan rendetlenséget csináltál, mint egy kis malac. Én aztán jól kifogtam. A mama tanítónő, te is az vagy, és meg az iskolában is van egy. Ez azért egy kicsit sok. Jó, de szemtelen vagy. Sajnos igaza van. Majd adok én neked. Mutassátok. Engem nyugodtan kihagyhatsz. Én már nem tartozom bele a tanári karba. Vedd úgy, hogy egyszerűen csak a nagymamád vagyok, aki azt csinálhatja, ami jól esik neki. És neked mi esik jól? Hát például, ha egyszer csak kiderülne, hogy nincs is olyan nagy szükség rám itthon, akkor szívesen elmennék dolgozni valahova, a nyomdába, vagy a pékségbe. Voltunk ott osztálykiránduláson. Ne jegy meg. Amíg ez a csöpség nem kerül iskolába, addig itthon maradok. És nagyon jó lesz. Ugye, Pavlik? Sokat fogunk játszani, és mi ketten mindent elintézünk. Segíteni fogsz nekem, ugye, drágaságom, ugye? Kedves gyerekek! Kedves gyerekek! Kedves gyerekek! Szia! Üljetek le! Kedves gyerekek! Az én nevem Mihály Karfik. Én fogom tanítani a matematikát és a tornát. Hol az osztálykönyvetek? Azt mindig a tanáriból kell kihozni. Elfelejtettem. Üljetek le! Te most elmégy és idehozod az osztálykönyvet. Mi a becses neved? Az enyém? Mm-hmm. Hát ki más éted is? Az iskolában nem mondtunk ilyet. Tehát, mi a neved? Jankó. Jankó. Szóval te vagy Jankó. Légy szíves, hozd be az osztálykönyvet. Most pedig hozzálátunk a munkához. Előbb be kell írni, hogy ki hiányzik. Jó, mondjátok meg, hogy ki hiányzik. Hiányzik valaki? Igen, Jankó hiányzik. Légy szíves, ne viccelj velem. A hiányzókat majd beírjuk az óra végén. Ha Jankó visszajött. Tanár úr, kérem, szerintem visszaérő hamarabb is. Rövid távon ő a legjobb az iskolában. Na most már elég. Vegyétek elő a tankönyvet. De igen. Egy-kettő. A füzet is kell? A füzet is kell. Kér egy kávét? Az bizony jól jönne. Teljesen ki vagyok. Ez fölér egy lórugással. Szétszincálták az idegeimet. Remélem nem látszott rajtam.
Ne reménykedjen a mi tanulóink kitűnő megfigyelők. Ezek nem is gyerekek, szervezett összeesküvők. Micsoda összjáték, alig hittem a szememnek. Úgy vág az eszünk, hogy hozzájuk képes mi szklerotikus vén emberek vagyunk. Természetesen ez magára még nem vonatkozik. Cukrot? Kérek, köszönöm. Nem is tudtam leadni az anyagot. Ragaszkodtak hozzá, hogy ellenőrizem a címkéket a tankönyvükön. Aztán a lányok lehorták a fiúkat, hogy nincs rendesen becsomagolva a füzetük. Óra végén pedig megkértek, hogy meséljem el, melyik volt a legérdekesebb tanévem. És mit válaszolt neki? Azt, hogy ez a mostani. Remélem, ezt kellőképpen értékel. Ne vegye a szívére. Minden valamire való drámai helyzet alapja az, hogy a hőst előbb alaposan helyben hagyják a feszültség fokozása érdekében. Igen, így van. Én rám például, ha hiszi, hanem az első órámon rám lőttek. Ne mondja. De hogy nem mondja? Mondja csak. Ez persze hozzá kell tennem, hogy a háború után a határövezetben kezdtem tanítani. Ott aztán az ország minden sarkából voltak gyerekek. Az első órában az egyik srác elővette egy cigarettát és rágyújtott. Kérdem tőle, te miért dohányzol? Azért, mert nekem jól esik. Mondom, add ide a cigarettát. Nem adom, azt mondja, az enyém. Lekevertem neki egy pofont. Kirohant az osztályból, de a csöngetésre visszajött. Pisztoly volt nála, és azt kiabálta. Tönnyel ebből az iskolából, azonnal különben kinyírom magam veled együtt. Azt hittem, hogy csak a szája jár. Elindultam felé, erre bum, a golyó elsüvített a fülem mellett. Reszketett a keze. Szó nélkül ideadta a pisztolyt. Erre berohant az igazgató. Mi történik itt? Képzelheti az osztályban síri csönd, a lányok falfehérek. Mondom neki, semmi különös, előadásra készülünk, egy jelenetet próbálunk. Persze alig, ha hitte el, hogy matematikus létemre jelenetet próbálok. Délután begipszeltem a lyukat, amit a golyó ütött a falban, másnap pedig odaakasztottam egy csendéletet. Ezt én nem bírtam volna ki. Ó, mennyi mindent ki kell bírni. Azt tanácsolom, hogy egyelőre ne vállaljon el semmi plusz munkát, koncentráljon arra a tárgyra, amelyikben a legerősebbnek érzi magát. Az is épp eléggé ki fogja fárasztani. Hát a matekhoz, a fizikához és a bukfenchez értek. Érdekes, ma mégis beúsztak a csőbe. Ha megengedett, ezentúl tegezni foglak, jó? Köszönöm. Megvan a villanyszerelő. Bár elég nehezen sikerült előkaparni. Rügyinának hívják. Ismerem. Te ismered? Egy kis neveléssel nagyon használható apukát tudnánk faragni belőle. A szülői értekezleten persze nem volt ott, oda az anyukát küldte. Fölhívtam otthon, és tudjátok, mit mondott? Azt mondta nekem, asszonyom. Én azt se győzöm elvégezni, amiért fizetnek. Önök pedig egy intézmény. Miért dolgoznak maguknak ingyen? Miért nem mondtad neki, hogy szerződést kötünk vele a munkára? Én mondtam neki. De szerintem mi nem fizethetünk, mert az oktatási osztálynál kell leadnunk a megrendelést. Ott csak egy kőművest adtak, az is két balkezes. Na látod, ezt is elmondtam neki. Ja, Istenem, eddig. Annyi eszed van, mint egy elsősnek. Szét fogja kürtölni a városban. Azt a kőművest ugyan soha az életben nem látjuk itt többé. Csak arra vagyok kíváncsi, hogy ki fogja megcsinálni a zuhanyozót. Lehet, hogy én sarokba tudom szorítani. Barcsán keresztül. Azt hiszem, a gyerek a gyöngéje. És ne felejtsük el, hogy a nyolcadikosok szülei ilyen tájban szinte megtáltosodnak. Azon kívül Barcsa mindig is bukdácsolt matematikából, úgyhogy a hónap végén be fogom hivatni az apukát egy kis megbeszélésre. Talán meg tudom dolgozni, hát persze csak érzelmi. Sokkal egyszerűbb lenne a dolog, ha magam állnék neki, de én legfeljebb egy körtét tudok kicserélni. A vezetékhez nem értek. Na és az új tanerő? Én? Szóhoz se tudok jutni. Azért próbálja meg. Csak azt mondhatom, amit a kémia tanárnőnk a gimiben, a gimnáziumban. Amikor kísérleteztünk. Ha valaminek föl kellett robbannia, nem robbant föl. De ha nem, akkor szinte mindig. Mindig azt mondta szegénykém, régi a felszerelés, gyerekek, meg a levegő is száraz, úgyhogy a kísérlet most nem sikerül. Ebből következően én csak elméletileg tudom, hogy melyik drót ráz és melyik nem. De attól félek, hogy... Mindent értek. És annyira örülök, hogy a tanári karban a férfiak és a nők aránya 22-3-ra javult, hogy nem engedhetem meg a sorsnak, hogy ezt az arányt fölborítsa. Hogy? Ki a harmadik természeti csoda, ha szabad tudnunk? Hát persze, hogy szabad. Pufek tanár urat sikerült rábeszélni, hogy újra átvegye a tanműhelyeket. Komolyan? A jövő héten jön. Ez csodálatos. Valóban csodálatos az ő korában.
Ismerjük, tudjuk, mennyire érti a dolgát. De az élénk nagyszájú gyerekekkel nehezen boldogul. Beszéljetek a fejükkel. Senkivel nem teszek kivételt. Ha valaki úgy viselkedik, mint tavaly Kocáb, könyörtelenül kettest kap magatartásból, még ha nyolcadikos is. Azt a fiút én veszem kezelésbe, ne félj. Köszönöm. Tehát feltétlenül szükségünk lesz villanyszerelőre, gáz- és vízszerelőre, és ezen kívül kőművesre. Még a tél beállt előtt befejezzük az öltözőket. Megkaptuk rá az építési anyagot, most már csak munkaerőkkel. És persze tervező is. Az se hátrány, ha ért a falazáshoz. Szülők is jöhetnek munkaidő után. Mi is gyakran csípünk le a szabadidőnkből. Őszintén szólva, nagy bajban lennénk, ha a szülők nem segítenének. Ez őrület. Én azt hittem, hogy a tanári munkáról fogunk beszélgetni. És Az iskolaigazgató feladata, kedves fiatal kollégám, háromnegyed részt abból áll, hogy ellátja az épületgondnoki teendőket. A nyári munkákat is most kell befejeznünk. Nem szállhatunk vízre egy szivárgó hajóval. Igen, természetesen megbeszéljük a nevelési kérdéseket is. Az oktatási osztály bejelentette, hogy 15-e után általános ellenőrzést kapunk. Bizonyára sok ösztönző javaslatban lesz részünk, és néhány meglepetésben is. A magnót, amit tavaly kértünk, máig se kaptuk meg. Igen, jegyezzük fel, hogy szükségünk van a magnetofonra. Én szeretnék a... Tudom, maga Mihály tornaszereket kér és két új szőnyeget. Igen, köszönöm. Tessék. Nagyon szeretném kibővíteni a madárgyűjteményünket. Szükségem lenne néhány ragadozóra. A körzet másik iskolájának tavaly sikerült szerezni egy füles baglyot és egy vörös vércsét. Ne haragudj, Linda, de ragadozókról csak jövőre lehet szó. Örüljünk, ha a magnót ki tudjuk préselni belőlük. Reménykedjünk. Reménykedjünk. Karfi kolléga megjelenése egy kis zavart okozott, amikor kiderült, hogy csak az egyik nyolcadik osztály torna foglalkozását veszi át, a többiek rögtön föllázadtak. Ők is férfi tornatanárt akarnak, ugye nem haragszol? Ugyan. Dehogy. A C-sek már verset is írtak erről. Pedig még fociztam is velük. Hát ez aztán már több a soknál. Mit képzelnek ezek a C-sek? Ez már valóságos zsarolás. De azért merem remélni, hogy a tanuló engedelmeskedik nekünk, és nem fordítva. Mihály a B, még ha a nyolcadik A és C a feje tetejére áll, és ezt meg is mondtam nekik, nyugodt lehetsz. Utat! Jönnek a székek! Segítsetek, ráborult az egész! Gyere, 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 Nem olyan könnyűek ezek a székek. Vigyázzatok! Tanárnő, kéne még egy partit. Én nem tudok adni, menjetek ki a raktárba. Nem tudsz egy kicsit várni? Összekoszolod az egészet. Majd én összesöpröm. Szervusztok. Ó, de jó, tetszik nekünk segíteni. Szívesen, de úgy látom, csak útban lennék. Jó napot! Szervusztok. Köszönöm. Jó napot, tanár úr! Szervusztok! Mi az? Takarítást adtátok a fejeteket? Holnap kell leadni a szünidei gyűjtő munka eredményét. Muszáj egy kicsit kitakarítani. Értem. Urbán Kova tanárnő fogja csinálni, ugye? Igen. Neki harmadikos osztálya van. Azok még kicsik a takarításhoz. Jó van, lányok! Nagyon rendesek vagytok, de miattam ne hagyjátok abba a munkát. Értem. Oké, lányok, sipírsz dolgozni. Lehet, ne rábatlankodjunk itt. Társaságban nem illik sugdolózni.
Ezt már az elsősök is tudják. Tényleg nem érsz el holnap? Holnap nem, de ma igen. Szia! Szia! Na, mi van? Túl vagy rajta? Min? Hogy min? A tanításom. Ja, hát persze. Na, és milyen volt? Semmi különös. Nem lőttek le, nem ettek meg, túléltem. Nagyon örülök neki. Gratulálok. Hova viszel? Erre iszunk egy. Szó se lehet róla. Tudod, hogy én sportember vagyok, és antialkoholista? Jaj, lejtesz! Én csak örömöt akartam szerezni neked. Örömöt is szereztél. Elintézted, hogy itt lakjam. El kell mennem. Szia. Ciao. Kérem a jegyeket. Köszönöm. Halló, halló, kislány, gyere csak vissza! Mutasd a személyigazolványodat. Én? Ezt nem gondolja komolyan. Viccel? Köszönöm. Nincs nálam, a másik táskámban van. Ó, ismerem ezt. A mama táskája, rúzs, minden. De az igazolvány meg sehol. Menj csak haza szépen, kislányom. Ez 18 éven felülieknek való film. Bemutattuk a Mindenki tanköteles című filmsorozat első részét. Írta Markéta Cinnerova. Magyar hangok. Rátóti Zoltán, Simorjai Emese, Juhász Jácint, Menszátor Magdolna, Bolba Tamás, Alapi Gergő, Varga T. József, Andai Györgyi, Várajai Alexandra, Szombati Gyula, Földesi Margit, Somlai Edina, Petrik Péter, Dobránszky Zoltán, Pásztor Erzsi, Tukker András, Paciga Mónika, Nárai Teri, Egri Márta, Koroknai Géza, Mohácsi Nóra, Dallos Szilvia, Till Attila, Kovács Zsuzsa, Feleki Sári, Kovács Nóra, Cigány Judit, Andrész Kati, Gruber Hugó, Sáfár Anikó, Málnai Zsuzsa, Sándor Erzsi, Bartuc Attila. Magyar szöveg Kléner Gizella. Hangmérnök Morassi László. Rendezőasszisztens Kis Lajos. Vágó Kovács Jutka. Gyártásvezető Nagy Zoltán. Szinkronrendező Mohácsi Emil. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdióban készült. Zene Petr Hapka.
Fényképezte József Pávek. Rendezte Ludwig Rázsák.